a Dohnányi Ernő Zeneiskola 1969-ben vált önálló intézményé. Az elmúlt évek alatt folyamatosan bővült az iskola létszáma, jelenleg 14 tanszakon folyik az oktatás, 71 pedagógus irányításával, és mintegy 1000 tanulót számlálhatunk az intézményben. A zeneiskola nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, így minden évben megrendezésre kerül a tanári hangverseny, ahol a pedagógusok különféle műveket adnak elő, ezzel ösztönözve a tanulókat, hogy kitartással, szorgalommal, akár a színpadon is megállják helyüket. Miért szeretek ide járni a suliba? Hát én azért szeretek, mert jó megtanulni a dolgokat, és többet tanulok. Március 6-án a Rózsa Művelődési Ház adott otthont a hangversenynek, ahol 22 pedagógus lépett színpadra. Mindig nagyon nagy sikere van a művésztanári hangversenynek, mert a gyerekek ilyenkor más, egészen más környezetben láthatják a kedves pedagógusokat, a kedves kollégákat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai napon is egy nagyon sikeres rendezvényt tudhatunk a magunkénak. A zene csodákra képes, megtanít az önkifejezésre, végig kísér egész életünkön. Ezért is fontos, hogy legyen előttünk egy példakép egy jó tanár személyében.